A város 7.-8. osztályos tanulói látogattak el a héten az Eperföldi Általános Iskolába, hiszen az intézmény ismét megrendezte a már hagyományosnak mondható fizika emlékversenyét, melyel egykori tanáruk, Dúné Tanács Bernadett előtt tisztelegnek már hosszú évek óta. Idén 8-szor rendezzük meg a Dúné Tanács Bernadett fizika emlékversenyt. Betty néni a mi iskolánk tanára volt, és tragikusan korán távozott el közülünk. Nagyon szerette a gyerekeket, szerette őket versenyre felkészíteni, szerette a fizika tantárgyat, és ezért minden évben megrendezzük ezt a versenyt, abból a célból, hogy a gyerekek megszeressék a fizikát, a természettudományokat. A diákoknak 4 feladatuk volt a verseny során. Először a már begyakorolt kísérleteiket mutatták be a csapatok. A zene, amivel el fog kezdeni szólni, a lényeg, hogy megvezetni a hang, és azért, hogy itt a részesként hozzuk. A második feladatban mindig egy fizika-történeti teszt van. Idén magyar tudósnak az életéről számolnak be, erre is felkészültek a gyerekek. Öveges professzor munkásságáról és életéről tanultak otthon. A harmadik feladat, na, azt nem szokták szeretni, mert számításos feladat, és az már emlékezteti őket az iskolára. Külön a 7. évfolyamnak a sebességről teszünk fel kérdéseket, a 8. évfolyamban pedig megkérdezzük, hogy mennyibe kerül, hogyha elvégzünk egy mosást vagy egy porszívózást otthon, ezt kell fizikai számítással igazolniuk. Végül pedig egy játékos keresztrejtvényt töltöttek ki a versenyzők, ahol az egész éves fizika anyagról tettek fel kérdéseket. A versenyről minden részvevő emléklappal és egy kis csomaggal a kezében távozott. Az első helyezettek pedig, illetve a díjazottak pedig a sok ajándékon kívül, amit az alapítvány biztosít, azon kívül még részt vehetnek a Paksi Atomerőmű nyári táborában is, ami egy nagyon, nagyon jó élmény számukra. Ezt a versenyt minden évben anyagilag is és támogatja Dúl Sándor, Peti néni férje, és minden alkalommal eljön édesanyja Rózsika néni is, hogy megtisztelje a versenyünket. Az idei alkalommal a kertvárosi, belvárosi Eperföldi iskolából összesen 30 gyerek vett részt a versenyen.